Most még állványokkal van körbeépítve, de a tervek szerint még idén befejeződik a nyírszőlősi bölcsöde építése. Ez lesz az első önkormányzati fenntartású bölcsöde a település részen. Ez nyíregyházának egy stratégiai célja, a munkahelyteremtés. A munkahelyteremtéssel kell munkaerő, és a munkaerőt pedig olyan helyzetbe kell hozni, hogy tudjon intézményt találni a gyermekének a bölcsődétől, akár középiskoláig. És azt gondolom, hogy ebbe minden szereplőnek megvan a maga felelőssége és szerepe hivatása. Nekünk arra kell koncentrálnunk, ami a mi dolgunk, ami kötelező alapfeladatunk, mint önkormányzatnak. Mi ennek igyekszünk megfelelni. Hozzátette az épülő bölcsöde Nyíregyháza centrumától alig 10 kilométerre helyezkedik el. Így nem csak közigazgatásilag, de fizikai közelségét tekintve is szorosan a Vármegye székhelyhez tartozik. Nem csoda, hogy egyre több nyíregyházi költözik nyírszőlősre egyre többen települnek be, vagy akár ki, hogyha a város viszonyatából nézem, a bölcsödei, vagy az óvoda is maximális létszáma tud működni. Az idei esztendőben két első osztály indult nyílszülőbe, teljes létszámmal, tehát igen nagy kereset van arra, hogy helyben kapjanak a családok szolgáltatást és ellátást, és ezzel a logisztikát, a, a gyereknek a utaztatását e, e, meg megtakarítsák. Tehát nyíszőben jelenleg az önkormányzat nem működtet bölcsőre, ez lesz az első, egy csoportos bölcsőre, ennek a bölcsőnek a befejezési határideje október. Az alpolgármester szerint az intézmény leghamarabb 2024 első negyedévében nyithatja meg kapuit.